Ahogy az ezt megelőző a két csapat egymás elleni mérkőzésen is történt, most is e forgatókönyv érvényesült a női futzál NB egy alapszakasz záró Tolna megyei rangadóján. A sárga mezes szekszárdi vendég UFC abszolút védekezésre berendezkedve képzelte el a pontszerzést, ami az említett meccseken nem sikerült. De most szinte hiba nélkül tudták megoldani a hatoson belül és az a fölötti területen a mozgékony tolódó védekezésüket, amely már-már kosár, illetve kézilabda csapatokat idézte. Úgy csinálták a sárgák, hogy kontratámadásaikban is benne volt a veszély. Visszatérve az együttes védekezésre, sikerült időbeni kilépésekkel, blokkolásokkal megakadályozni a vendégeknek közeli veszélyes tolnamözsi átlövéseket. Ha pedig néha nem, akkor fiatal kapusú Kerekes Brigitta mindig a helyén volt. Amíg a már említett két meccsen előbb-utóbb megtört a szekszárdiak ellenállása, és egy vagy egyetlen góllal kikaptak, most az UFC tudta lőni a meccs egyetlen gólját. Ami úgy tűnt, hogy győzelmet ért, de aztán a zöld asztalnál folytatódó meccs kiderítette, mégsem. Persze a második félidő első percében szerzett gólra a szekszárdi nagy cseke Vivien Edina erre sokáig még emlékezni fog. Emberelőnyben voltak, kis Gréta még érvényben levő kiállítási miatt, jött az oldalsó bepassz és Vivi, noha nem a góllövés a fő mestersége, kegyetlenül bevarta azt Decki kapujába. Mivel láttuk, hogy ki fognak lépni ránk, tudták, hogy elzárás fog jönni, reméltem, hogy csapattársam oda fogja passzolni, én pedig érkeztem. Erőből kilőttem a hosszú sarkot. A szekszárdiak a tőlük, ami Tolnamezs ellen megszokott taktikus játékkal kibekkelték a meccset, a hazaiak támadásaiból továbbra is hiányzott az átütőerő, így 1-0-ra a szekszárdi UFC nyert. Ám a tolnamezsiek a lefújás utáni percekben már bejelentették a meccs megóvását, amit jogilag nem volt nehéz alátámasztani. Tekintettel arra, hogy a szekszárdi gólszerző Nagy Csekely Vivien valóban a mérkőzést megelőző napon nagypályás meccsen szerepelt, és ott ugyebár kiállították. Emiatt a fegyelmi bizottság döntéséig nem léphet pályára senki semmilyen bajnokságban. Ő már másnak megtette, s a szekszárd bánta, mert hogy a futzál meccs eredményét már másnap megsemmisítette az MLS szakbizottsága, és a tolnamös győztesként megszerezte a hűnóhajtott negyedik helyet, így teljesült tervük, a felsőházi rájátszásban folytathatják az 1-4 helyekért való küzdelemben a Deac, a TF és a Budaörs társaságában a bajnokságot. Nem tudtuk szintén föltörni, ugyanúgy a legutóbbi mérkőzéshez hasonlóan a védelmüket. Erőködtünk, egyre ahogy fogyott az idő, kapkodóbbá váltunk. A tét is azért rányomta a bélyegét a játékunkra, és ha szigorúan nézem, a helyzetek tekintete alapján megérdemezzek szárgyőzelem történt. Valóban tavalyi önmagához képest egyénileg és csapatjátékban is jelentősen előrelépő, egy-két kivételtől saját nevelésű szekszárdi focista a hölgykoszul, most is igazolta, nem véletlenül szerzett skalpokat ebben a bajnokságban, és már tavaly országos rácsodálkozást kiváltva megnyerték a Magyar Kupát, és az idén is bejutottak a négyes döntőbe. Mind a kétszer kaptunk ki tőlük is egy góllal, ugye itt is 4-5-4-re, ugye a szekszárdon 1-0-ra az utolsó volt vissza két perc. Ez a mérkőzés ugye kísértetesen hasonlított rá, tudtuk, hogy itt is szerint egy gól fog dönteni valószínű, hogy de szerettük volna ugye ezt mi meglőni, ahogy ugye sikerült is. Nagyon jól jöttünk ki a kiállításból, mert ugye megbeszéltük az öltözőben, hogy van még 50 másodpercünk, járassuk meg tényleg a labdát, bátran tényleg vállaljuk fel a passzokat, és nem kell kapkodni, hanem amikor jön a lövés, akkor kell lőni. Tehát mikor tiszta, akkor egy lövés, és fejezzük be. Edinának hál' Istennek ez be is jött, ugye hatalmas gólt lőtt. A tolnamezs edzője bízik abban, hogy ismertebb játékosai egy szintén győzelemre játszó csapat ellen jobb teljesítményre lesznek majd képesek a rájátszásban, és többek lesznek azzal is, ha a sérültek játékra jelentkeznek. A szekszárnak pedig bizonyára levonják a konzekvenciát a meccs számukra hátrányos jogi történéseiből. Búfelejtőként ott a Magyar Kupa négyes döntője, no is pályázhatnak még a bajnokságban az 5.-6. helyért zajló küzdelemben, a bizonyára csalódott Astra csapatának a skalpjára is. Mindez kellő motivációt kell, hogy jelentsen számukra.